Még egyszer szeretném megkérni a DK-s szimpatizánsokat, hogy vegyék le a zászlójukat, vagy hagyják el a rendezvényt. Takarodj ki! Takarodj ki! Akkor harmadszor is megkérem a DK szimpatizánsait, hogy legyenek szívesek elhagyni a rendezvényt. Ha nem mennek, akkor a rendőrséget kérem, hogy vezessék ki őket. Köszönöm szépen! Itt vagyunk a Várkert bazárnál, ahol 2006 után először választás előtti vitát rendez a köztévé. Annak a 11 pártnak a képviselői vesznek részt a vitán, akik rajta lesznek a szavazólapon. Fel tudnál sorolni azokat a pártokat, akik eljöttek erre a vitára? Nem. Igazából annyira nem, mert tudom, hogy itt lesz a Tisza, itt lesz a Fidesz, itt lesz a DK, de talán még a Momentum, meg a Mi Hazánk, de volt még jó pár, amit mondtak, de azokat már fogalmam sincs. 11-ben hányat? Hát megpróbálhatjuk. Kezdjük, jó, hát Fidesz-KDNP, akkor Tisza párt, Momentum, DK, akkor a hát összefogás, MSZP. Nyilván az a DK-ban van, MSZP, meg a Párbeszéd, azt hiszem, igen. Talán a Jobbiknak is összegyűlt. Hány általat a 9? 11 párt fog részt venni, ami egy kicsit érdekes, mert azon a szinte 0%-os pártokat most teljesen felesleges, mivel hogy egy ilyen beszorított időben, tehát ez egy olyan feltétel, ami nem igazán ad teret egy igazi vitára. Itt vagyunk a Clark Ádám téren, ide hívta a DK listavezetője Dobrev Klára, a DK szimpatizánsait, hogy együtt sétáljanak el a Várkert bazárhoz, ahol a ma esti vita lesz. Egyébként mi a legfontosabb célja most ezen a vitán? Tehát, hogy nyerni kell, vagy a köztévét kell, nem is tudom, sorokba szorítani, tehát ki a legfőbb ellenfél? Nézd, ez nem vita. Hát azért egymás mellett monológokat mondunk. Ugyanez minden egyes választás előtt, ez a köztévének csúfolt intézmény, ugyanezt megcsinálta eddig is. Csak akkor nem egyszerre mondtuk a monológokat, hanem egymás után engedte be a pártokat. Biztos emlékeznek rá, van, aki a programját próbált elmondani két percben, van, aki pólót vett föl, vagy kétfarkú kutyának volt egy ilyen kotkodácsoló tyúkja, vagy kacsája, vagy mi volt. Szóval most ugyanaz történik, mint minden választás előtt, tehát semmi nem változik. Az egyetlen oka, ami miatt itt vagyok, hogy Dajs Tamás és Magyar Péter ettől a vitától tette függővé azt, vagy vitának nevezett programtól tette függővé azt, hogy eljönnek az ATV-re. Úgyhogy én fegyelmezetten végigállom. És hogy ha már, akkor arra használom ki a két perceket, hogy az Orbán rendszer bűneit bemutassam. És mint a DK listavezetője, tehát ki a legfontosabb ellenfele ezen a vitán? Tehát ki azok? Nekem mindig Orbán rendszere a legfontosabb ellenfelem, az egyetlen ellenfelem. És kész vagyok kezet nyújtani, és együtt dolgozni mindenkivel, aki nem köt koalíciót a Fidesz-szel, és akinek szintén Orbán rendszer a legfőbb ellenfele. Köszönöm szépen! Békességben, nyugalomban, ezért kértelek benneteket. Kérlek, figyeljetek velem egy kicsit, húzódjunk egy picit arrébb, jó? Nyugi! Hadd menjen, aki menni szeretne, arra, amerő menni szeretne, mi egy picit arrébb. Mi egy picit képesek vagyunk, hogy egy lépni, jó? Hagyjunk nekik helyet, úgy, ahogy a szokás, jó? Szépen köszönöm, mert mi vagyunk az a politikai erő, akinek egyetlen egy ellenfele van. Ki az? Orbán Viktor rendszere. És mindenkinek kezet nyújtunk, aki szintén Orbán rendszerét akarja legyőzni. Még egyszer szeretném megkérni a DK-s szimpatizánsokat, hogy vegyék le a zászlójukat, vagy hagyják el a rendezvényt. De pillanat türelmüket kérem, megkérjük, hogy a rendőrség intézkedjen, és akkor jövök vissza. Köszönöm. Mit szól ahhoz, hogy Magyar Péter elküldte önöket a rendezvényről? Nem foglalkozok Magyar Péterrel. Nyilvános rendezvényen vagyunk. Megkísértük Dobrev Klárát, és várjuk a vitát. Hát ez egy szabadtéri rendezvény, azt vesz rajta részt, aki akar. A mi európai listavezetőnk Dobrev Klára bent van a stúdióban, és látni szeretnék, hogy mit mond ezen a tévévitán. És ő, de ő ugye az, kifejezetten a zászlókra gondolt, hogy a zászlókat nem szeretné a rendezvényen látni, hogy ez... Szerintem egy demokratikus párt ne tiltsa be egy másik demokratikus párt zászlaját, mert ez nem demokratikus, ez a Fideszre emlékeztet. Ezt nem javaslom. Ülekezési jobb hatályalkotó gyűlés bejelentése, és a főszervező nem járul hozzá, hogy bármilyen párt zászlóval, illetve öltözettel részt vegyenek a résztvevők a gyűlésen, hogy arra szeretném megkérni, hogy a párt jelleget, ameddig a gyűlésen tartózkodik,
addig szüntessék meg, illetve ha nem hajlandóak megszüntetni, akkor megkérem, hogy hagyják el a gyűlés tövetét, és ott nyugodtan ebben a viseletben ott tartózkodjanak. Köszönöm szépen, én Varjú László országgyűlési képviselő vagyok. El tudom önnek mondani, hogy abban tudok segíteni, hogy a zászlókat levesszük. Jó. De természetesen az, hogy valaki, aki pólóban érkezett, azt nem fogja tudni ezt megcsinálni. Kérem, hogy ettől tekintsenek el. És akkor ennek a zászlók lejönnek. Zászlók lejönnek, köszönjük a közreműködést. Én és nekem akkor az a véleményem, hogy mivel többszöri felszólítás után sem sikerült a zászlókat letenni, hogyha most meg tudja képviselő oldani a szavazóival. Megpróbálom megoldani. Hadd várjuk meg, ameddig ezt megoldja, jó? Maradjon. És akkor utána hozok döntést. Jó? Jó. Mit szólt ahhoz, hogy a Magyar Péter elküldte önöket itt a rendezvényre? Hát szerintem nem először küldött el minket már mindenfelé, mert hozzászoktunk. De és akkor nem mennek el, tehát hogy minden? Nézd, mi békésen állunk itt, ugyanúgy végig akarjuk hallgatni a vitát. Világos. Elkísértük Dobdev Klárát ide, hogy megérkezzen. Hello. Elnézést tisztelt. Tisza pártok nem vagyok a listája, de azt szeretném önöknek mondani, hogy önöket nem hívták meg erre a rendezvényre, és azt gondolom, hogy önök csak destruktívak, és amit itt csinálnak, az mind a Fidesz malmára hajtja a vizet. Az egész DK, amit az elmúlt 10 évben csinált, az a Fidesz malmára hajtja a vizet. Nekünk ez a véleményünk Tisza pártiként. Sőt, nem csak Tisza pártiként, mindenkinek ez a véleménye Magyarországon gyakorlatilag. Hát ezért szeretnék önöket kérni, nagyon békésen, hogy hagyják el a rendezvényünket. Nagyon békésen itt eljön. De nem értik meg, hogy Orbán Viktor ezekre a zászlókra itt építi a hatalmát. Azért van Orbán Viktor még hatalomban, mert az önök pártelnöke Gyurcsány Ferenc kilövette konkrétan az emberek szemét 2006-ban. Nem kell minden neked elhinni. Neked van alkoholszagod? Neked van alkoholszagod? Te most arról beszélsz, hogy milyen szagom van. Én is alkoholszagot érzek, azért kérdezem. Azt állítja a DK-s szimpatizáns, a DK-s aktivis, hogy nekem alkoholszagom van. A szememet még nem lőtték ki, úgyhogy minden rendben van, én ezt szeretném önöknek mondani. A szemkilövetőknek ezt szeretném mondani, hogy fél szemmel is rajtuk tartjuk a szemünket. Köszönöm szépen. Azt mondta, hogy vegyék le a zászlókat, egyébként maradhatnak. És ez nagyon helyes volt, és nagyon korrekt volt, mert nem akarja azt, hogy olyan színbe tűnjünk fel, hogy mi dörgölőzünk a DK-hoz. Tehát szeretnénk velük összebutorozni. Valószínűleg ezt a látszatot el akarja kerülni, igaza van. Mit szóljak? Orbánt akarjuk leváltani, nem? Hát akkor drukkolok nekik, sikerüljön. Ha nem, akkor majd mi? A Magyar Péter ugye felszólította a DK-nak a szimpatizánsait, hogy vagy vegyék az zászlókat, vagy menjenek el a rendezvényre. Ugye ez mit szólt? Teljesen egyetértek vele. Semmi keresni vagyok nincs, ez a Tisza pártnak a rendezvénye. Menjenek el a saját rendezvényükre, hogyha van ilyen. Mert hogy például a fővárosi közgyűlésben nagyon úgy néz ki, hogy a Tisza pártnak, vagy a DK-val, vagy a Fidesz-szel, tehát hogy valamelyikkel a kettő közül együtt kell majd működnie, hogyha az a cél, hogy a város működjön. Hogy ön melyiknek örülne jobban? Ha olyan kérdésekről van szó, amihez kell esetleg a Tisza pártnak a hozzájárulása, akkor esetleg lehet róla szó, de én szerintem saját maga fejek után kell, hogy menjen a Tisza párt. És majd ő eldönti azt, hogy mit akar. Hogy kell-e valakivel majd egyezkednie, ez majd kiderül akkor, amikor oda kerül a sor. Magyar Péter lebegettette, hogy mindegyik megyei listán el fog indulni. Ezek után egyen se indult el, egyedül a fővárosban indul el. Csak azért, hogy az ellenzék esélyeit rombolja ezekben a kerületekben, fővárosokban, a közgyűlésben pedig kormányozhatatlanná tegye Budapestet. Szerintem ez nem helyes, és azt mondani, hogy ő a legerősebb ellenzéki párt, amikor Budapesten kívül nincsenek kerületei, szerintem abszurd.